A felvidéki magyar újságolvasó közt fradi szintű népszerűséggel bírta a pozsonyi új szó a foci tip melléklete, amelyet tíz éven át szerkesztett és írt gazda József futballújságíró, szépíró. Tárca sorozatából a Kaligramnál jelent meg egy kötet egy futballfüggő naplójából címmel. A szerző és az irodalom foci kereszteződésénél szintén nagy kedvel cselező Eszterázi Péter író a vendégünk együtt. Jó reggelt kívánok, szervusztok! Jó reggelt! Urak, Jósra kezdjük azzal, hogy ugye ez tulajdonképpen egy ilyen jegyzetekből, mozaikokból, tárcákból összeálló vallomás. Hát tulajdonképpen azt mondanám, hogy ez a te ódád a futballhoz, nem? Hát ez egy nagyon eufemisztikus kifejezés, hogy óda a futballhoz. Valószínűleg közelebb járnánk az igazsághoz, ha azt mondanánk, hogy egy megszállottságnak a, a története, vagy egyfajta kórkép. Egy megszállott kitárulkozása. Ami ugye régóta zajlik az újság hasábjain. Hogyan fertőzött te meg? Kassán történt, igaz? Az biztos, hogy kassán, de hát erre egy nehéz választ adni, hogy ki hogyan köteleződik el a, el a focihoz. Annyi biztos, hogy, hogy gyermekkorban az ember választ magának egy csapatot, és aztán kitart el. Mellett, akkor vagy, vagy, az egy a csapat... és akkor kitart mellette egész életen. Ha az a mellett. csapat nincs is meg azóta, akkor is kénytelen kitartani. Mint a VSS kassa adott Így Péter, az számomra mindig nagy kérdés ezeknél a futbalos könyveknél, hogy mennyire éles a határa a futballal kapcsolatos okosságok, meg okoskodások között. A futballról írni, meg futballozni, az nagyon más dolog, Igen. meg a futballban lévő intelligencia, meg az azon kívül lévő intelligencia, az megint más. A, de visszatérnék a tárgyunkhoz, a, a Gazdag a, 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 mert az nem egészen úgy van, hogy választ az ember csapatot, és abba kitart mert többnyire nem tartunk itt. Tehát én például elárultam ez ügyben mindent. És ő meg ugye azt tudta megtartani, hogy, hogy rendes szurkoló maradt. Tehát, hogy ezzel a magyar, és felteszem a szlovák futball nem sok más, de nem sokkal másabb, meg tudott szurkoló maradni, anélkül, hogy csalna. Tehát anélkül, hogy nosztalgikus lenne, anélkül, hogy hazudna. Tehát Na ezen... hát, akkor te, hogy, te, te miben voltál ilyen értelemben áruló? Ugye én soha nem voltam igazán jó szurkoló, mert mindig futbalista voltam. Hát azon a szinten, amilyen, de azon a negyedik szinten, én úgy szoktam mondani, hogy azon én jó futbalista, jó negyedosztály futbalista. Én mindig kinéztem csak ebből, de mindig megmaradtam futbalista. Tehát a szenvedélyem az ott volt. És itt látunk ebbe a könyvbe egy másik szenvedélyt, a szurkolónak a szenvedélyét, aki, ugye az nagyon jó cím, igen, hogy egy futballfüggő, FF mondja, hogy igen. futballfüggő. Tehát ugye nekem az én, az én lírai énem, vagy nem tudom, micsoda, az az ő F volt, az öregedő futbalista. Igen. Ez igen. meg a futballfüggő, aki hát ré, hát hihetetlen dolgok történnek vele. Tehát ugye, ha megnézett, ugye van egy, egy, egy mutató, egy egy, 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 csapatmutató, és akkor ott van a, nem tudom, a Váci utcai bányász, kezdve a Barcelonáig, a, a, és hogy minden meccset lehet nézni, és az egy nagyon nagy tudás, tudod, hogy, a, hogy egy ilyen kis meccset, azt ne úgy nézzed, hogy hát ez az igazi mert ez se igazi, vagy az igaziság nem ott van, hanem valahol a, a szünetben például. Valahol, valahol a, a, az éterben. Hát a, igen, de nagy, mert nagyon könnyen mondja az ember, hogy hát nem, hanem ezek már nem igaz, de a régen. És akkor mi volt régen, és az nekem is ilyen veszőparipám, hogy a, a, ha most játszana avval a tudással a puskásért, akkor azt egy rendes magyar nb 1-es csapat is megverni. Pápa. Pápa. Igen, pápa. ahogy mondva van, mert hisz a, látjuk, hogy milyen messze állnak a, a puskást, amikor megcsinálja a húzós cset a 6 hát két méterre áll a bektőle, nincs egy olyan blasz 1-es meccs, ahol két méterre állnának a csatától. Na most Jóska, vannak-e különösképpen, hogy a futballfüggőnek az a lényege, hogy mindenfajta futbaltól függ, de elég sok írás visszatérő módon foglalkozik ugye a felvidéki szlovákiai alsóbb osztályú bajnokságokkal, ahol egy ilyen őrült hétvégén végig szaladsz néhány mérkőzésen, ahol ugye általában ezek az egyik kedvencem, hogy buzerántnak hívják a, a bírót egy ilyen, egy ilyen felvidéki magyaros-szlovákos formátumban. Más-más, és ez még a fölvédő. Más-más, igen, de ami a ami, ami e -e, nyomtatásba belefér, tehát ő a buzeránt. Na most ezek, ezek mondhatod, gerince is, ezek a kedvenceid? Mert a falusi, Igen. Igen, a falusi ezek, ezek a turnék. Hát így nem igazán teszek különbséget. Kiskófolával kíséred általában ezt, igen. Nagyon különös embertípusok jelennek meg, és szociológiai tanulmány úttal is felér egy-egy ilyen hétvégi, hétvégi, körút. Való igaz, hogy, hogy, mostanában már sokkal jobban élvezem egyébként a, ezeket a mérkőzéseket, mint a, mint a modern futballnak a, a csúcs teljesítményeit. A hát csúcs igen, mert az is benne van ebbe a kötetben, hogy hogyan ábrándulsz ki abból a abból a történetből, amit ugye fogadási csalásnak hívnak, és te magad is elkezdtél sokat foglalkozni vele, ott voltál számos tárgyaláson is, ami hát olyan zárójelbe helyezett csomó olyan élményt, hogy valójában azok valóságos élmények voltak-e, vagy színházak. Igen, tehát egyrészt a, egyrészt a fogadási csalásnak és a sportfogadásnak is köszönhető az, hogy kezdek eltávolodni már a profi futballtól. Másrészt pedig annak is, hogy a, hogy a, szórakoztató ipar, vagy a show business, az már már szinte teljesen bekebelezte, és teljesen a reklámpiac szabályai szerint működteti a focit, ami számomra már kevésbé, kevésbé szimpatikus, hogy ezért orientálódok inkább az alacsonyabb osztályú mérkőzésre. Péter, az öregedő futbalista ma ö, milyen futballt szeret fogyasztani? Hát én a legkiábrándítóbb módon Barcelona meccseket szeretek nézni. Tehát igen? A, hát tehát én akkor én. a legkiábrándítóbb módon várod a sorsolást, hogy tehát lesz nem az is, ellenfél. tehát a, Ugye ebbe az a fantasztikus, hogy, a, tehát, hogy, lát, tehát, hogy egyszerre őrült és racionális, a, 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 ahogy a gazdag nézi. A, tehát az tök őrület, hogy... Neki van betegségtudata, semmi probléma. Nem igen, sem igen, igen. Tehát nem, hát kimegy, kimegy Angliába, és akkor másodosztály, tehát másodosztályú megy, megnéz egy másodosztályú meccset, aztán egy olyat, amit a tévé is közvetítene, a, és egy ilyen, tehát ez a habzsolás, hogy semmi nem elég. A, én egyszer voltam Las ilyen, én elkezdtem játszani, amúgy nem vagyok nagy játékos, és ott van ez, hogy egyre többet, akkor egyszerre három gépen játszik az ember, és egyszerre három meccset néz a, 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 a rémálom. Tehát a, én, el, én elromoltam ez ügyben, tehát, mert láttam, Például nincsen benne ez, ami benne megvan, ez a rezignáltság, hogy ha, 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 ha ránézek a magyar futballra, az élettől elmegy a kedvem. Na most ezt itt nem látom, ezt, ezt a rezignáltságot, miközben pontosan leírja, vagy leírja ezt, hogy a, a csalásokat, a, tehát hogy úgy néz rá, mint egy író, nem pedig, mint egy mint aki belül vagy Én mindig valahogy belül vagyok, nem tudok, nem tudok íróként ránézni, tehát írók mit jelenten az, hogy elemezni, látni, társadalmi összefüggésbe helyezni. Ő úgy tud szurkoló lenni, hogy közben ez is megtörténik. Nagyon érdekes, vagy, vagy egy egyedi hmm. dolog ez. nagyon. Péter az angol másodosztályt említette. 2004-ben jártam kint a Millwall-Ferencváros mérkőzésen. <laughs> ez a És Millwall azon... meccsre menni? Az volt egy szimpatikus a... számomra a Millwall, mert sokáig nem tudtam megérteni, hogy miért lesz egy londoni ember millwall szurkoló. amikor abban a városban ott van neki a Chelsea, az Arsenal, a Tottenham, a, -a Fulham, <laughs> és valakik mégis a millwall választják, azt a millwall amely soha még nem nyert semmit, soha nem is fog nyerni uh, semmilyen trófeát, és valakik mégis ahelyett, hogy a trófeákat választják, ahelyett, hogy a sikereket, valakik kiválasztják maguknak a, a száz év magányt a, a millvollal, de hogy ez működik, tehát hogy ők erre büszkék, és büszkén éneklik, hogy senki sem szeret bennünket, de nem bánjuk. És aztán rá kell hogy az apákon múlik általába, a kérdés. Kézen fogják a fiúkat és kiviszik a meccsre, Ahogy mindenhol. Na most Péter, eléggé bőséges, hogy úgy mondjam, gazdag a magyar irodalom, és egy jelenkori irodalom és ilyen futballvallomásokkal, meg futballal foglalkozó, valahogyan a futballt középpontba állító könyvekkel. Te ezeket szereted? Hát hol szeretem, hol nem. Tehát, a, tehát önmagában azért nem, nem lesz valami szeretetre. Mérkező, azért, mert hogy futball. Mert hogy futball. Ugye ez, ez, is változott, tehát a, ugye rége, hogy, ugye az, az, nem tartozott valami finom dolognak futba, futballról beszélni. Nem, teniszről az igen, de a futball az olyan izé volt. De ez ugye megváltozott, mert annyi ilyen fél keveredett az írók felé, hogy akkor megszaporodtak ezek a szövegek is. Az egy kérdés, hogy mit lehet vele kezdeni, tehát hogy, a, hogy mit tud vele leírni. Ugye hát ez, ez ügyben ugye a legfantasztikusabb a Mándi. Ugye a, 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 ahol, ahol, a, ahol ezek a hogy a ma egy mándi szóban mondjuk ezek a lepasszolt figurák, tehát azokra nagyon magunkra lehetett ismerni. És ez nagyon érdekes volt, hogy a mándi akiről nem gondolnám se ránézésre, se amúgy, hogy nagyon értene a futballhoz, de mégis nagyon ért. Tehát, hogyha az nézed azokat a félmondatokat, és a hihetetlen elemet, hihetetlen költő ilyen beszél róla, de közben szakmailag is pontosan. Tehát pontosan tudja, mi az egy mi az, a, amit mi úgy mondanánk, hogy bunkó bek például, vagy nem, tehát hogy a... Tehát FF az a, a bb is van, igen. <gül> <gül> igen, az gondolom, hogy... A egyik legizgalmasabb kérdés, hogy, hogy mit jelent ez, ez érteni a futballhoz. Te értesz a futballhoz? Hát ezt így nem állítanám magamról. Nagyon szeretem a szeretem a futbalt, de nem kifejezetten a játékra szűkíteném mm. le ezt a kifejezést, hanem a futballban állom beletartozik a meccsekre való utazás is, ami legalább olyan fontos része ennek a szabadság feelingnek. Az alma a ami számomra az írásokban, az mindig ott van. A rítus, igaz? Az egész rítus, az egész felkészülés, ahogy az ember turnézik és, és... tehát az, igen, ez az egész együtt jelenti a futball számára, sosem csak kizárólag a a pályán látott játék. Ha csak annyi lenne, akkor valószínűleg az ember felhagyna ezzel a, ezzel a szokással. Igen, mert nálam ez a helyzet. Tehát, hogy én más se látok, csak azt a, né, azt a, azt a téglalapot. És ott meg az van, ami van. Tehát e, pont ezt, amiről beszélsz, ez, ami, ami beágyazza az, az egészet, az, az oda menni. Te emlékszem, szóval, hogy ebbe a tévébe ismert ember a másod is, Megyesi aki, 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 rendes szurkoló volt, tehát hihetetlen történeteket tud mondani, amikor hogy menni Fradi meccsre, Zalaegerszre. Nekem ilyen soha nem volt, és soha nem mentem vidékre a Fradival, mert én a Csillakegyi munkástorna egy ledben futballoztam, tehát az fölülírta ezt a dolgot de hogy hát a, 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 arról a menésről is, hogy az mit jelent, a, mit jelent föloldódni egy közösségbe, mit jelent egyedül maradni és így tovább. Én ennek a, a közösségi részét csak a, a csapaton belül Hát az ő, az ő azt hogy, is, hogy menni a busszal, vagy menni a a Igen, de az egy más dolog, tehát az, a, az, az megint a játékos felől és a játék felől van nézve. Hát az farol, is nézzük a, a, akár a nézőteret is. Igen. Csak hát az igen, egy másfajta érdeklődés. Igen. Nincs idő rá, hogy úgy pásztázza az ember, mint a, mint a közönségben ülő megfigyelő. Uh Meg hát az is egy nagyon fontos szempont a, a hogy, hogy ez a szurkolói lét, ez mint egy meghosszabbítja a gyermekkort, vagy azt a kamaszkort. Tehát, hogy pontosan ugyanúgy, ugyanazzal az attitűddel állunk hozzá a meccshez, mint 7-8 éves korunkban is egyfajta, tehát az ártatlanságnak az illúzióját keressük a stadionokban, vagy ezeken a mérkőzéseken. Uraim, nagyon jó a könyv, azt gondolom Péter is ezt erősítheti Nagyon-nagyon nagyon jó. Úgy, ja, hogy... Nekem az volt a problémám, hogy hogyan beszélni úgy a könyvről, ha itt a szerző, mert csak ilyen entuziasztikusan <coughs> tudok. Mert hogy egy, ez egy nagyon ritka együttállás, hogy valaki rendes újságíró is, meg rendes író is mert ez vagy-vagy szokott lenni. Én például nem vagyok újságíró, a szónak a jó értelmében nem vagyok újságíró, tehát nem tudom azt, amit egy jó újságíró tud. Én viszont sajnos egy rendes tévíriporter vagyok, és, és, és megölnek, de délután, hogyha kíváncsi ránk valaki, akkor a Millenárison kettő órától folytatjuk ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Én is köszönöm.